hiszen most egy egyedülálló pódium beszélgetéssel folytatjuk. Először is talán nem kell bemutatni, de mindenképpen szeretnék egy tapsot kérni Fodor Csengének, a Győri Audi Etokc játékos. A Csenge 23 éves, és mindezen fiatal kor ellenére már háromszoros magyar bajnok, magyar kupa győztes és kétszeres bajnokok ligája győztes, nem mellesleg pedig junior kézilabda világbajnok, egy fantasztikus eredménysor. A mai beszélgetés témája pedig a tehetségből teljesítmény, és nem véletlen, Csenge, hogy veled is beszélgetünk, hiszen mondhatjuk azt, hogy az akadémiai rendszer előzeteséből ugye nekáról jöttél Győrbe, nagyon fiatalon váltottál ide, és egy nagy tehetsége voltál a kézilabdának, amilyen nagyon sok is van évről évre a magyar női mezőnyben, és megállod a helyed, évről évre bizonyítasz, és ezért szerettünk volna veled beszélgetni. De mielőtt még nagyon belecsapunk a mélyebb szántó gondolatokba, nagyon röviden azért, hogy a kollégáknak mondd el, hogy tudjuk róla, én legalábbis tudom, hogy több sportot kipróbáltál, mik voltak ezek, és mikor kezdtél el sportolni, melyek voltak, amikor a kézilabda előtt megpróbáltál, milyen múltad van sportban? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Fú, hát már egész kiskoromban becsatlakozott az életembe a sport. Először futballal kezdtem igazából, ez egy pár évig megmaradt, de akkor... Tető nem omlik össze, jól van, rendben van, tehát a focit itt emlegeti kézilabda közt, de rendben itt vagy. Igen, de utána hamar jött a váltás igazából a kézilabdára, de nyilván akkor kiskorban még nem volt annyira a komoly szinten, de mellette, ahogy említetted, a több sportban beletartozik az atlétika, és mellette még egy-két olyan lányosabb dolog, mint például a balett, akkor lovaglás, tehát így nagyon sok ágra szakadt így az érdeklődésem is, mindegyiket nagyon szerettem. És miért épp a kézilabda volt az, amit választottál végül? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy 14 évesen akkor a kézilabda lesz a fő csapás irány? Fú, hát nagyon nehéz volt igazából, mert azért az atlétika nyilván az egy egyéni sport, a kézilabda meg egy csapatsport, szóval teljesen különbözik a kettő, és igazából mind a kettőben volt sikerélményem, de a csapatsport, ami megfogott, tehát az egész közeg, meg nyilván a kézilabda szeretete. A kollégáknak elmondjuk, hogy Csenge szülei mind a ketten sporthoz kötődőek, ugye azért gondolom ez is egy olyan változás, olyan speciális tényező volt, ami segített abban, hogy profi sportoló legyél. Így van, nyilván azért rávezettek a dolgokra, de soha nem erőltettek semmit, úgyhogy valamit nagyon jól csináltak, mert magamtól szerettem meg a dolgokat. Ugye kezd helyen születtél, ott kezdél el kézilabdázni, az édesanyád volt edződ, és aztán utána mentél tovább a többi sportágban. Nekár szempontból nézve a Balaton rossz partján nőttél fel, mert ugye nem azon az oldalon, de aztán a kézilabda az általános iskola után a Nekában folytatódott. Milyenek voltak a nekás évek? Mit jelentettek neked a nekás évek? Fú, hát mondhatnám azt, hogy mindent igazából, hiszen nagyon sokat kaptam ott. Az vezetett rá tényleg arra, hogy én mit is szeretnék igazából csinálni. A kézilabda alapjait teljes mértékben úgy ott kaptam meg, és az a profizmus, az a légkör, ami körbevet mind az edzőim, mind azok a körülmények, amik Balatonbogláron voltak, úgyhogy nagyon kellemesen gondolok vissza erre, és úgy gondolom, hogy a nekás éveim nélkül nem lehetnék itt. Aztán történt valami 2017. június 15-én. Emlékszel, hogy mi történt? Természetesen akkor írtam alá itt Győrben a profi szerződésemet. 5 éves szerződést írtál alá, az egy hosszú időtartam volt, ez mutatta a Győri Klub bizalmát feléd. Milyen érzéssel írtad alá ezt a szerződést, hiszen azért akkor is az Audi Eto egy BL győztes csapat volt, fantasztikus nevekkel. Milyen érzés van egy fiatal 18 éves játékosban, aki már azért bizonyos szinten tesz le eredményeket, ám mégis a világ egyik legjobb csapata, ha nem a legjobb csapata, szerződést kínál neki? Remegett a gyomrod? Így is mondhatjuk, de természetesen felhőtlenül boldog voltam. Pontosan emlékszem arra a napra, ugye Ambros is jelen volt bent velünk, és emlékszem, hogy pont megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnék a kézilabdától. És pont ott volt a frissen megnyert BL trófea, én meg odafordítottam a fejemet, utána összenéztünk, és tudta, hogy
ebből a nézésből, hogy mik a céljaim és mit szeretnék. A következő kérdésemet meg is válaszoltam, mert az volt, hogy egy 18 éves lány, akik azért tudjuk, hogy talán érettebbek, mint a 18 éves fiúk gondolkodásban, hogy mik voltak a céljaid, akkor egyértelműen BL győzelemért, legmagasabb célok elérésért igazoltál Győrbe? Fú, hát természetesen az elején nem ez volt a legfőbb cél. Inkább kisebb célok voltak, nyilván az, hogy egyáltalán megragadhassak egy ilyen csapatban, hiszen fiatal játékosként nyilván nagyon nehéz, de elsődleges célom az volt, hogy tényleg itt legyek, és később nyilván már a sikerekre is gondoltam. Nem egyszerű 18 évesen egy új helyre beérkezni, főleg úgy, hogy abban az öltözőben világklasszis játékosok tömkelege van. Kik segítették elsősorban a beilleszkedésed, és hogy ment ez a beilleszkedés az öltözőben? Fú, hát nem tudnék úgy kiemelni konkrétan valakit, mert hála Istennek ez egy olyan csapat igazából, hogy bárki jön ide, tárt karokkal fogadják, úgyhogy ilyen szempontból nem volt nehéz dolgom, nagyon segítőkész volt mindenki, de nyilván, hogyha kiemelhetnék valakit, akkor az Görbic Anita volt természetesen, hiszen posztársak is voltunk. Akkor már nem középen játszott a Görbe, hanem inkább szélen. Úgyhogy, ha ki kéne emelnem valakit, ő volt az, aki nagyon sok mindenre rávezetett minden szempontból. Elkezdődtek a szürke hétköznapok, elkezdődtek a mérkőzések. A 2017-18-as évad azonban azt gondolom, hogy neked igazán különleges lehet. És ezt fogom megkérdezni, hiszen abban az évben magyar bajnoki címet ünnepelhettél az Audietóval, magyar kupa győzelmet, bajnokok ligája győzelmet, és a szezon végén még hihetetlen kimondani, ezt megfejeltétek a magyar válogatottal egy junior világbajnoki címmel. Fel kellett ezt dolgozni, hiszen egy év alatt gyakorlatilag annyi mindent nyertél, mint sokan egész pályafutásuk alatt nem? Fú, hát igen, de úgy gondolom, hogy helyén kezeltem a dolgokat, hiszen az első év azt tudtam, hogy nekem arról szól, hogy részszerepeket kapok. Tehát én itt nem egy kulcsjátékos vagyok, nekem nagyon sokat kell tennem azért, hogy egyszer egy meghatározó játékos lehessek. Úgyhogy én teljesen helyén kezeltem az akkori szerepemet, de nyilván nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy ilyen sikereknek a része lehettem. De ebből is nyilván fejlődtem már. Ez nyilvánvaló, hiszen a junior sikerek után most már rendszeres tagja vagy a felnőtt válogatott keretének is. Hogy látod egyébként, hogy a nemzeti csapatba, a felnőtt magyar válogatottba pályára lépni mennyi extra munkával jár? Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy hétről hétre jól kell teljesíteni minden csapatban a játékosoknak, de aki válogatott akar lenni, annak mennyi extrát kell nyújtania? Így, ahogy mondod, igazából nagyon sok extra munkával jár, de ahogy te is említetted, ez a stabil teljesítmény. És nyilván ebbe az is beletartozik, hogy mentálisan nagyon erős legyél, hiszen hétről hétre bizonyítanod kell, hiszen a szövetségi kapitány figyelemmel követi a mérkőzéseket, úgyhogy minden szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat kell tenni ezért, mint fizikálisan és mentálisan is. Ugyebár a válogatottban pályára lépni szent dolog, ugye nagyon sokan ezt meghatóan élik meg, és egy nagyon fontos szerepnek. Te hogy éled meg egyébként? Milyen érzés akár a junior válogatott tal Debrecenben himnuszt hallgatni egy világbajnokságon és aranyérmet kapni, illetve mondjuk úgy, hogy legutóbb például Szlovéniában pályára lépni és szlovénok ellen a nemzeti színekben. Milyen érzés számodra a válogatottbali szereplés? Erre csak annyit tudok mondani, hogy óriási megtiszteltetés. Mindig, amikor felhúzzuk a mászt, egyszerűen nem az, hogy nem lehet ezt megszokni, hanem még nagyobb bizonyítási vágy van benned, hogy igenis megkaptad az esélyt, hogy itt lehess, és bizonyíts, úgyhogy megtiszteltetés. Ez az egy szó, ami erről eszembe jut. Említetted azt is, Csenge, hogy nyilván az első szezonban tudtad a helyedet és a szerepedet a csapatban, azóta azért ez megváltozott, és állandó részvevője vagy a csapatjátékának. Most legutóbb a BL mérkőzésen gratulálunk itt is a 7 gólodhoz. De a fiatal játékosként mennyit jelentett az a lehetőség, hogy a világ legjobbjaival edzettél együtt? Tudtál-e tőlük valamit ellesni, eltanulni? Tehát vannak-e olyan tapasztalatok, amit mondjuk Nikegrótól, Görbic Anitától, Eduard Amorimtól, és folytathatnám a sort, el lehetett lesni, és jobbá lenni azáltal?
Itt nőttem fel igazából, már mint olyan szinten értem, hogy a kézilabdában, tehát mentálisan, fizikálisan is, és így, ahogy ezeknek a nagy játékosok nevét említed, egyszerűen minden nap lehetett tőlük valamit tanulni, akár az öltözőben, akár a pályán, akár a csarnokon kívül is, úgyhogy nagyon sokat tettek hozzá azért, ahol én most tartok, ahol jelenleg tartok, de nyilván nehéz, főleg egy fiatal játékosnak ezt így visszagondolva mentálisan megélni azt, hogy ha te kapsz kisebb kulcsszerepeket is, vagy részszerepeket, vagy akármilyen szituációban az edző beküld a pályára, akkor élned kell vele. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy mentálisan kellett óriásit fejlődnöm ahhoz, hogy fel tudjak nőni abba a szerepbe, hogy én megérdemelhessem, hogy az Etóba pályára lépek. Kicsit már érintjük a következő kérdést is, ugye ez a fejlődés. Nagyon fontos, hogy az ember próbáljon meg reálisan látni a saját teljesítményét, ugyebár a tehetségről beszéltünk, hiszen egy tehetséges játékosként kaptad meg a lehetőséget, most pedig már ugye a felnőtt válogatottban is, rendszeresen az Etóban is. Miben kellett, vagy miben fejlődtél a legtöbbet? Tehát hol látja Fodor Csenge saját magát, mondjuk a 3 évvel ezelőtti, vagy a tavalyi önmagához képest, hogy hol tudott még többet kapni, adni saját magának, illetve a csapatnak és ezáltal a kézilabdának? Rájöttem elsősorban, hogy mind a szüleimnek, mind pedig az eddigi edzőimnek teljes mértékben igaza volt, hogy a tehetség nem minden. Tehát olyan szintű melót kell ebbe belerakni, hogy megragadhass azon a bizonyos szinten, hogy tehát maximálisat kell nyújtanod mind fejben, mind a pályán is. És a fejlődésemmel kapcsolatban ezt gondolom úgymond a legnagyobb lépésnek, hogy úgy érzem, hogy bele tudtam nőni ebbe a feladatba, főleg mentálisan, hiszen fizikálisan ott is kell plusz nyújtani, de ezt mindenki nyilván magán érzi, de az edzésekre is minden nap úgy kell lejönni, mintha meccs lenne, tehát teljes komolysággal kell odaállni, de inkább a mentális részét tudnám kiemelni, hogy abba fejlődtem rengeteget. Hiszen még, bocsánat, ezt hozzátenném, hogy így a külföldiekkel kapcsolatban, hogy mi magyarok szerintem hajlamosak vagyunk megragadni a hibáinkon, és azon agyalni akár meccs közben is, és emészteni magunkat, és tőlük tanulhattam meg azt, és a mai napig tanulom igazából, hogy ezeket el kell engedni, és a következő dolgokra koncentrálni. Pontosan erről akartam kérdezni téged, hogy nagyon sok olyan külföldi játékossal találkoztál itt az öltözőben, és nap mint nap együtt dolgoztatok, együtt éltetek, hiszen utazáson, mérkőzésekre, stb., akik különböző képpen dolgozzák fel a sikert, a kudarcot, a jó napjukat, a rossz napjukat mentálisan, és ezt a szót többször is használtad. Láttad őket a napi gyakorlatban, a világ legjobb játékosait. Mik a különbségek? Vannak-e különbségek, vagy igazából egy jó gyakorlat van? Te hogy láttad, hogyan kell hangolódni a napi munkára, vagy akár a mérkőzésre? Milyen tapasztalatokat szereztél a külföldi sztároktól? Elsősorban azt, hogy olyan szinten odafigyelnek magukra fizikálisan is, tehát itt gondolok mind az étkezésre, mind az edzés vagy a meccs előtti rákészülésre, a prevencióra, a mindenre, tehát tudják ők, hogy az az alap, hogy fizikálisan, maximálisan jól legyél. Úgyhogy ők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, és nyilván ebből mi is tudunk tanulni. De igazából ezt tudnám kiemelni, hogy teljesen más a mentalitásuk, és ebből csak tanulni lehet egy magyar játékosnak. Ez értékes tapasztalat volt számodra akkor ezek szerint mindenen. Nehéz kérdés jön, egy értékelés, egy önértékelés soha nem egyszerű, hiszen magunkkal szemben próbálunk nem elfogultak lenni, de azért nagyon nehéz. Te hogy értékeled az elmúlt Győrben töltött 5 szezonodat, ez a 6. szezonod? Honnan, hová jutottál el? Vannak ennek mérői, nyilván említettük itt a bajnokságot, BL-t, kupát, de mondtad te is, hogy azért nem csak ez az alap, hanem a napi munka is. Tehát hogy látod önmagadat a 18 éves önmagadhoz képest? Honnan, hová jutottál el? Hát elsősorban büszke vagyok magamra.
Mert úgy gondolom, hogy azért nem egyszerű dolog tényleg ilyen fiatalon ide kerülni egy ilyen csapatba, és itt maradni, és tényleg úgy gondolom, hogy be tudom bizonyítani évről évre, hogy itt a helyem, és hogy mennyire fejlődőképes vagyok, de nyilván sose lehet elégedett az ember, és hát még messze van a karrierem vége, úgyhogy büszke vagyok, de nagyon sokat kell még tanulnom így is. A reális önkép azt hiszem, hogy megvan, és ez nagyon fontos. Akár mennyire hihetetlen, mondom nektek, hogy a Győri Audi Eto KC jelenlegi keretéből Csenge egyike a három legrégebb itt játszó játékosnak, ugye, ahogy említettem, ez a hatodik szezonot zöld-fehér mezben. Azonban tudjuk nagyon jól, hogy az állandóság jót is tud lenni, de nem szabad úgymond ebbe belefásulni. A motivációdra lennék kíváncsi nap mint nap, hiszen látunk a kollégák, akik itt vannak, és minden nap edzéseket tartanak. A szurkolók csak a mérkőzést látják, nem látják azt a kőkemény munkát, amit a ti, illetve te beleteszel nap mint nap az edzésbe azért, hogy a főpróba, a mérkőzés meglegyen. Biztos vagyok benne, hogy neked is volt már olyan, amikor, ne haragudjatok, hogy így fogalmazom, tele volt a hócipőd a kézilabdából, és nem úgy mentek a dolgok. Mivel tudod magadat magas szinten motiváltan tartani? Adott esetben azért is fontos ez a kérdés, amit a többiek is látnak, mert egy olyan korosztály tagja vagy, akik mellett megjelent a sport mellett azok az online kihívások, azok a különböző veszélyek, amelyek arra csábítanak, hogy hát nem megyek el még egy kört futni, nem megyek el többet edzeni, nézek egy sorozatot, nyomkodom a telefonom, Snapchat, Instagram, TikTok és minden más. Tehát hogy látod egyébként, hogy lehet magas szinten tartani egy fiatal játékos motivációját? Mi a te motivációt, Csenge? Nagyon nehéz. Tehát ez az egész motivációs téma nagyon nehéz, de így, hogy beszéltünk a külföldi játékosokról, és tényleg látom nap mint nap, hogy mennyi melót és mennyi alázatot tesznek ebbe a játékba is, hogy milyen szeretettel vannak a kézilabda iránt, ez egyszerűen átragad másra. Tehát ez is egy plusz motiváció számomra. Nyilván vannak az embernek nagyobb motivációi, itt most az eredményekre gondolok, a célokra, amiket meg szeretnék valósítani, és minden napra igazából én nagyon hiszek ebben a fejben dől el dologba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy így motiváció szempontjából én mindig megtalálom magamnak azt az utat, hogy kirángassam magam abból a gödörből, ha esetleg benne vagyok, de hogyha nem megy egyedül, akkor vannak olyan emberek, csapattársak, edzők körülöttem, akik bármikor, bármibe segítenek. De hála Istennek nekem ezzel soha nem volt komolyabb problémám, és mindig tudtam úgy spanolni magam, hogy ne legyek annyira még gödörbe. Azért nagyon fontos az, hogy fiatal játékosként is megáld a helyet, de így Győrben mindig is voltak fiatal játékosok, a csapat kerül. Nyilván kisebb szerepben, de még az akadémia megalakulása előtt is voltak fiatalok mindig a keretben, adott esetben edzésekre is csatlakoznak. Most három olyan fiatal van, aki egyébként az első csapat keretéhez. Furcsa téged öregként hivatkozni, de ugye már nyugodtan mondhatjuk, hogy te nem abban a korosztályba tartozol, annak ellenére, hogy fiatal vagy. Ogonoszki Eszti, Farkas Júlcsi és a győri Alexa is most ott van a csapat keretében. Szerinted hogy működik az ő tehetségük gondozását? Amikor felkerülnek az első csapathoz, mi az, amit megkapnak tőletek az első csapat tagjaitól, amikor mondjuk hozzátok csatlakoznak? Támogatjátok, segítőleg léptek fel mellettük, ne adj Isten, kiemelitek a hibáikat, hiszen azért nyilván ebben a korban még vannak hibák. Hogy működik ez Győrben, ez a tehetséggondozás? Amint említettem, ilyen szempontból is egy nagyon jó csapat vagyunk, hogy mindig segítjük a másikat, és ez a fiatalkal sincsen másképp. Bármikor bárki csatlakozik az edzéseinkre, a meccseinkre, mi nagyon segítőkészek vagyunk igazából, de azt kell, hogy mondjam, hogy más korosztály. Tehát jobban kell őket nyomni, valaki jóval önbizalom hiányosabb, úgyhogy fel kell spanolni, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat számít nekik, ha ilyen világsztároktól és tapasztaltabb játékosoktól hallják ezt, de nagyon jól helytállnak, és látszik rajtuk, hogy edzéseken is nagyon hálásak azért a lehetőségért, amiket kapnak. Úgyhogy remélem minden fiatal ilyen, mint nálunk.
Nem sokára végzünk, két kérdés van még hátra, és említettük a fiatalokat és a kollégák, akik itt vannak az akadémiákon, és általában fiatalokkal dolgoznak, éppen ezért érdekelne a véleményed, hogy nagyon sok helyre, amikor utazunk, most a Covid egy kicsit megkeverte ezt a dolgot nyilvánvalóan, de fiatal játékosok lepik el az Audi Eto csapat buszának környékét már mérkőzés előtt, néha sőt inkább mérkőzés után is. Példaképek vagytok, és nyugodtan mondhatjuk, hogy fiatal korod ellenére te is példaképnek számítasz, hiszen egy olyan példát mutatsz a magyar kézilabdázók generációja felé, itt első körben a lányokra gondolok, de nyilván adott esetben egy fiúnál is, aki tehetségként bekerül a világ egyik legjobb csapatába, és ott napról napra megállja a helyét, és jól szerepel. Olyan eredményeket értél, amit felsoroltam, amik sokan pályafutásuk során nem jutnak közel, pedig kiváló játékosok, mert nem olyan csapatban szerepeltek esetleg. Te hogy éled meg ezt a pálya, ezt a példaképi való válást, hiszen azért nagyon sok fiatal játékos nekáról más csapatokból jönnek, autogramot kérnek tőletek. Van-e esetleg olyan, amikor tanácsot kérnek tőled, mert a közösségi médiában ők már aktívak. Hogy látod ezt a helyzetet, a példaképi válást? Nehéz. Tehát főleg inkább az elején, ahogy te is említetted, bekerülsz egy ilyen csapatba, de ez nyilván egy jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálsz, és ez nagy örömmel tölt el engem. És példát kell mutatni. Tehát ez benne a legnehezebb, így ahogy mondtad, ez a közösségi média is minden, most már mindenki lát mindent, és ez a legnehezebb, hogy tényleg a pályán kívül is azt kell mutatnod, mint amit a pályán nyújtasz. Tehát maximálisan azt a profizmust kivitelezni, hogy ők is erre rávezessék saját magukat, és továbbra is példaképek maradhassunk nekik. Úgyhogy hálás feladat. Neked példaképed volt, tehát mondjuk elképzelem azt, hogy 15 éves vagy, Bogláron ülsz a kollégiumba, este van, véget ért az edzés, és gondolkozol, hogy én olyan szeretnék lenni, mint Körbic Anita, vagy Karabatic, vagy volt valaki esetleg, akire gondoltál, akinek a játékát szereted, akire felnéztél? Voltak fiúk is, lányok is, de így konkrétat nem tudnék kiemelni, de nyilván azért a Görbe egy akkora ikon, hogy őt mindenképpen meg lehet említeni, de ha így visszagondolok saját magamra, úgy tényleg nagyon kiemelkedő alak nem volt, inkább az, hogy több, és nyilván akkor már a saját posztomon nézegettem a játékosokat, úgyhogy a férfi és a női mezőnyből is voltak azok, akiknek a példáját szerettem volna követni. Egy gyors kérdés. Volt, akitől csentél el mozdulatot a fiúk közül? Tehát, hogy működik ez oda-vissza, hogy nézem a meccset, és ezt technikát, ezt el akarom, és átviszem magamhoz? Hát ez nagyon nehéz, hiszen mi azért nagyon irigyek vagyunk a fiúkra, hiszen azért fizikálisan ők teljesen mások, és ők olyan dolgokat tudnak kivitelezni a pályán, amiről mi csak álmodunk, de nyilván voltak olyan mozdulatsorok, amiket megpróbálnék megtanulni. És végezetül, de nem utolsó sorba kielemeztük a múltat, a 6. szezonot Győrben. Most azonban arra lennék kíváncsi, hogy ugorjunk 10 évet előre, 2032-re, Fodor Csenge 33 éves lesz, még mindig milyen fiatal, de mit szeretnél elérni 10 év múlva? Tehát mi a most egy 23 éves magyar bajnok, BL győztes, kupa győztes játékos motivációja 10 évre előre? Tehát hova szeretne Fodor Csenge eljutni a tehetség, hova szeretne eljutni érett játékosként? A legjobb szeretnék lenni. Tehát szerintem ezt nem is lehet másképp csinálni, minden nap úgy kell felkelned, hogy egyszerűen a legjobb szeretnél lenni. Úgyhogy ha belegondolok 10 év múlva, akkor elégedett szeretnék lenni azzal a pályafutással, amit magam mögött hagyok, és legfőképpen az, hogy szeretem, amit csinálok, szerettem és élveztem. Tehát számomra ez a legfontosabb. Nyilván a kézilabda részében ezt tudnám kiemelni, hogy egyszerűen nem szeretnék addig megállni, ameddig nem mondják azt, hogy a Fodor Csenge, igen, ő a világ egyik legjobb alszélsője, úgyhogy ez a legfőbb célom, de mind lelkileg, mind mentálisan az, hogy ha visszatekintek, akkor elégedett legyek és nagyon boldog. Én azt kívánom, hogy idén nagyon szépen köszönjük, egy nagy tapsot kérnék szépen Fodor Csengének!
Hölgyek és urak, én pedig ezután köszönöm nektek, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és folytatódik majd egy órakor a program az előttesen megalapítottak szerint. Köszönjük szépen az eddigi aktív részvételt!